nézzük, hogy mi az a heti szakaszunk. Ez az Emor az Emair heti szakasz, amely nagyon érdekesen kezdődik, mert egy olyan dolgot vezet be, ami a zsidóságnak egy központi eleme. Ennek a zsinagógának az előzménye, az a hely, az a pozíció, amely mind a mai napig a zsidóságot vezeti. Ez a szentély és a papok a kohanitáknak a külső jelei és a felkészültség a szentély belül munkára. Ez vezeti be a heti szakaszt, és természetesen a kérdésedre nagyon érdekes, mert hogy ebben a heti szakaszban majdnem mindegyik bibliai olyan ünnep benne van, amelyet a legszentebb ünnepeinknek tartunk. Hogy éli meg a közösség, a Frankel közössége ezt a heti szakaszt? Ezt a heti szakaszt is mindegyik heti szakaszt. Egyrészt péntek este kapnak egy prédikációt, egy írás magyarázatot, általában mindig az aktualitásokhoz próbáljuk kapcsolni, és mindenképpen másnap elhangzik szombaton délelőtt a heti szakasznak a felolvasása a zsinagógában, a nyilvános istentiszteleten. Mivel magyarázod azt, hogy ebben a zsinagógában nagyon-nagyon sok kisgyerek és fiatal ember és fiatal lány van itt péntek estékeken is, nem csak az ünnepeken? Hát azt gondolom, hogy az egyik alapvető zsidó hagyományokat követjük, amikor azt mondjuk, hogy az oktatás, a nevelés a legfontosabb. Hát hogyan, hol kell ezt elkezdeni, minél kisebb korban, 3-4 éves gyermekeket már el kell kezdeni oktatni, nevelni a zsidó hagyományokra, és ennek megadjuk azt a hátteret, ahogy a zsinagógában van Talmud Tóra oktatás, van gyerekistentisztelet, van ifjúsági kör, tehát hogy mindenki megtalálja azt az otthonos érzést, amit egy zsinagóga kell adjon. Nézőink előtt biztos nem titok, hogy ómer számlálás után sorbálás lesz az esküvőkre. Így lesz ez itt a Frankelben is? Mindenképpen. Úgy gondolom, hogy ez az időszak, ez mindenkit felkészít arra, hogy majd, amikor egyrészt lágba ómerkor, amikor a 33. napján az ómer számlálásnak, akkor van egy szünet, egy pauze, amikor esküvőket tartanak szerte Budapesten és Magyarországon, és majd utána Sávolt után meg újult erővel a szabadok a hétvégék. Ha aktualitásról beszélek, vagy aktualitásról kérdezem, akkor most a mindennapi politikai aktualitásról kérdezem, hogy éli meg ez a közösség azt, ami a magyar zsidósággal történik napjainkban? Hát úgy gondolom, hogy azok a verbális támadások azért eljutnak a közösség tagjaihoz is, személyesen is. Mivel találkoznak a hívek, amikor jönnek a zsinagógába, akkor rendőr várja őket, vagy önkéntes őrök az ajtóba. Ez már egy olyan szokatlan hagyomány, amit követni kell, hogy vigyázni kell a zsinagóga híveire, amikor érkeznek, amikor hazaindulnak. De azt gondolom, hogy a visszajelzések alapján a fiatalabb és idősebb generáció is különböző mértékűen, de szorongással tölti el az, hogy a szélsőséges hangok felütötték a fejüket egészen a parlamenttől a köznyelvig. Nézzük most, hogyha betelefonálhatnának, azt kérdeznék, hogy mikor kezdődnek az istentiszteletek a Frankelben? Hát nyáron 18:30 és télen 18:00-kor kezdődik a péntek esti istentisztelet, a szombati az egyik nagyon kedvelt időpontba kezdődő istentisztelet, mert hogy 10:00-kor kezdődik, és hát mindenki ki tudja aludni magát előtte. A mazsi hiszelnöke kapott emlékérmet a pápával való találkozáson? Jelentem, kaptam. Milyen volt az a párperces megbeszélés? Hát ez egy kis túlzás, hogy megbeszélés, de találkozás. Valójában a Pázmány Péter Egyetemen személyesen is tudtam vele találkozni, kezet fogni és néhány szót váltani. Nagy megtiszteltetésért a szervezők részéről, hogy én voltam az, aki elsőként mehettem oda a pápához kezet fogni, aki jelezte nekem, hogy megismert. Valahol már látott, ugye mi találkoztunk 4-szer vagy 5-ször, de hát ős több tízezer emberrel fog kezet, úgyhogy ha egyáltalán felismeri a fizimiskámat, az bár egy megtiszteltetés. Egy könyvet adtam neki egyébként, angol nyelvű könyvet, amit Mózes Endre írt. 6-8 éve dolgozik ezen a könyven, a filoszemitizmusról szól a könyve, és ugye annyiban volt személyes ez az ajándékom, hogy a könyvnek a hátsó lapja,
ugye a borítójának a hátsó lapján ottan Erdő Péter bíboros úr ajánlja a könyvet, meg a Heizler András a mazsisz elnöke. Úgyhogy ez egy ilyen jó társaság és személyes ajándék volt. Örült neki, és nagyon kedves volt. Elnök úr, a média tele van érdekes hírekkel, meg van benne fake news is. Ima ragyogó alkalom, hogy pár nappal az elnök választás előtt, az elnök újítás előtt, utána még érdekesebb dolgokról fogunk beszélni. Megmenti a síp utcát, marad-e kihasználva a kiskaput, ami van az SMS-be, és a helyszínen újra jelölteti magát, mert lehet, hogy a hírek szerint akkor nem lesz jó, ha nem. Ezzel nem akartam senkinek a malmára hajtani a szelet. Az a helyzet, hogy ugye, hát most nem tudom pontosan, de olyan majdnem 8 éve hoztuk azt a döntést közgyűlésen, hogy egy elnök maximum 2-4 éves ciklust csináljon végig. Így én... De visszamenőleg akkor, a jogászok azt mondják, hogy azt nem lehet számolni. Nem visszamenőleg. Másnap fönt volt nálam az akkori jogászunk, Rosta Márton, most ő egészen más vizeken hajózik, és jelezte nekem, hogy András, tudjál róla, itt van egy ilyen kiskapu. Én akkor neki azt mondtam, hogy köszönöm, hogy szóltál, nem tudtam róla akkor még, de én 2023 végéig maximum lehetek mazsiszelnök, és én nem is kívánok tovább mazsiszelnök lenni. Én úgy gondolom, hogy ez egy egészséges, demokratikus rendszer. Ha mazsisz megmentése, meg stb. A Heizler András a 8 év, a 10 év alatt a közéletbe nagyon sok sérülést szerzett. És ezért én úgy gondolom, hogy most már nem neki kell tovább vinni a sérülések mazsiszt. Egyik oka az volt, hogy megváltak az ortodoxoktól? Mi nem váltunk meg tőlük, az ortodoxia kilépett a mazsisz védőernyője alól, ami egy végzetes hibának bizonyult. Hozzáteszem, én akkor az akkori elnöknek, a Deblinger Eduárnak, aki az ortodoxia elnöke volt, jeleztem, hogy ne csináljátok ezt, mert ha kiléptek a mazsisz védőernyője alól, akkor védtelenekké váltok. És védtelenekké váltok az emikkel szembe. Én ezt akkor megmondtam neki. Rá egy évre, vagy nem tudom, hogy mennyivel. Elnök úr, ön az EMIK-nek az egyik nagyon emblematikus szervezetében vezető résztvevő volt. Tehát ugye, nem úgy kezdődött, hogy nem szerette az EMIK-et. Hát ez ennél sokkal bonyolultabb. Ugye, 2005-ben, lehet, hogy 2006-ban a Feldmayernek volt egy interjúja, ő volt az elnök, mazsisz elnöke, az akkor még létező Népszabadságban. És ő ott azt nyilatkozta, hogy az EMIK egy kolonialista szervezet, amelyik a helyi zsidóságot kívánja, nem tudom én milyen jelzőt mondom. Na majd megkérdezzük őt, hogy még mindig ezt fenntartja. Ő ezt nyilatkozta. Én akkor föl voltam háborodva, hogy lehet, hogy így beszélnek egymásról zsidó szervezetek vezetői. És mielőtt engem megválasztottak egy évvel, akkor valóban én úgy gondoltam, hogy lehet olyan téma, az antiszemitizmus elleni küzdelem, érdekvédelem, stb., amiben együtt kell működni a zsidó szervezetekkel. És ez így is van, ha lehet. De ha nem lehet, akkor nem. Én ezt megpróbáltam naivan, és nagyon gyorsan kiderült, hogy az EMIK-kel nem lehet együttműködni. Jó, akkor azt mondja meg nekünk, illetve most alakuljon át hírmagyarozzába. Mi történt a Kazinczy utcába, illetve mi történt a Dob utcába? A kormánynak el kellett döntenie, ami egy nehéz dolog, hogy melyik ujját harapja meg, hogy akkor most ki az elnök, meg ki a főtitkár. Eleve hogy kerül ebbe bele a kormány? És hogy lesz ebből EMIK probléma? Hisz az új elnök, a mazsihisz hosszú évtizedeken keresztüli tagja volt, a gyerekei az önök iskolába jártak, önöknél vizsgálóbizottsági elnök, jól mondom? Valami számvizsgálóbizottsági elnök volt, egyben hóvet tisztességes zsidó, templomba járó zsidó. Vegyen levegőt és folytasson. Nem fogok tudni indulatok nélkül beszélni. Akkor mert ami egy kortyűzet. Mert ami itt zajlik, az bűn a magyarországi zsidóság ellen. Az, hogy kineveznek az ortodoxia élére egy olyan embert, akiről most itt beszéltünk. Ne személyeskedjünk, mert nincs pénzünk bíróságra járni, igen. Az hiba.
ahogy nincs pénzünk híróságra járni. Nem, ebbe igaza van. Nem, hogy olyan embert neveznek ki, aki nem odavaló. De megválasztották ugyanazok az emberek, akik az előző elnököt joggal vagy jog nélkül megválasztották. A Fellmayernek igaza volt, ez egy kolonialista szervezet, amelyik benyomott oda 60 olyan embert, aki azt se tudta, hogy mostan itt mi van, és az emiknek az utasítására szavaztak. Akkor is, amikor a Deutsch Robertet erősítették meg, akkor is, amikor a Deutsch Robertet egy hónap múlva kirúgták. Ez nem egy normális demokratikus rendszer, ez egy botrány. És tehát a zsidóság akkor szégyene, ami ott zajlik. Tehát akkor jól értem, hogy igen, már Deutsch elnök úr megválasztása sem látta olyannak, ami ennek kell lenni. A Deutsch elnök úr megválasztása. Lehet, hogy ugyanazok szavazták most őt ki, mind akik akkor beszélnek. Hát erről beszélek. Aki másnak permetás. Erről beszélek. És akkor mégis hallgat a világ, ugyan a lakatot valaki föltette oda, akkor az ottani zsidók most el fognak menni a dohányba imádkozni? Nem, hogy el fognak menni, hanem már egy ortodox tanulókör, most nem tudom én hány ember, 30 ember, már kvázi a Síp utcának az egyik helységébe menekült, tehát tegnap. Tegnap egyébként, vagy azt hiszem, vagy reggel, nem tudom, fényképeket kaptam, rendőrségi segédlettel az emik teret foglaltak az Inci utcában, rendőrségi segédlettel. Szóval ez, és nem a rendőröket bántom, nekik nyilván az a dolguk, hogy végrehajtsák azokat. Na de könyörgöm, én ma, mielőtt leültem önnel beszélgetni, 3 órán keresztül pásztáztam az internetet. Igen. És nem láttam a szatmáriaknak, a különböző ortodox feleknek a felháborodását. Azt láttam, hogy a maoi új elnöke, gratulálnak izraeli miniszterek, izraeli celebritások. Ez egy politikai játék ez az egész. Benjamin Netanyahu is gratulált, ami azért érdekes, hogy a gratulációjában már a maoiknak a kormány által elismert elnökének a neve, de még a jelzése sem szerepel, kizárólag a Slomónak a sógora, mint a vallási vezetője ennek a közösségnek. Ne sértsünk meg embereket, de ki a Slomó, mert nézőink nem tudják. Az emik vezető főrabbiának a sógora lett az ortodoxiának a vallási vezetője. Egy izraeli rabbi. Egy habad rabbi, akinek a Benjamin Netanyahu gratulált. A gratulációba az elnök, ennek az új ortodox elnöknek, amit a magyar kormány ma elismert, annak a neve nincsen, de még említés sincs róla. Azért ezek nem véletlenek. Elnök úr. Figyelek. Több mint 10 évig vezető volt. Igen. Ajánlja megoldásokat. Mit tenne ön, hogyha mégis a székében maradna? Arról nem beszélve, hogy egy igazi harcos zsidó, akkor, amikor háború van, akkor, mert ön szerint ez egy háború, akkor nem hagyja ott a csapatait egyedül. Nem, én nem is hagyom ott a csapataimat. Én azért dolgozom most, hogy egy olyan vezetője legyen a Mazsihisznek, aki független emberként, autoritásként mind a két jelölt ragyogó ember, de már elnézést, hogy magam ellen beszélek, igen, de nem 70 év fölöttieket kéne. Nincs valami fiatalitás, valami utánpótlás, aki követni tudja ezeket az eseményeket? Az egyik 70 év fölötti, a másik 60 éves, de elnézést az ügyvéd úrtól, hogy 70-nek néztem, jól tartja magát, én arra gondoltam, hogy fiatalítani kéne. Igen, volt erre terv, hogy fiatalítunk, volt jelölt is rá, aztán utána egészségügyi okok miatt ez nem sikerült. Én úgy gondolom, hogy két nagyon komoly jelöltje van ma a Mazsihisznek, mind a kettő két komoly ember, az egyik egy orvosprofesszor, tábornoki rangban, mert katonaorvos, a másik egy nemzetközi jogász, egy ügyvéd, aki a saját pályáján... Nem gondolja, hogy egy ilyen hatalmas szervezet vezetése, ez egy teljes értékű ember kell, aki csak konkrétan azzal foglalkozik? Hát 10 éven keresztül azon ügyködött, hogy egész nap ott tudjon lenni, és tudja a dolgokat vezetni. Így van. Én valakivel beszéltem, és én azt mondtam, hogy ez így történt, de ez az én hibám volt. Az én hibám volt, hogy nem tudtam megcsinálni egy olyan stábot magam köré, hogy én nekem ne kelljen ott a 8-10 órát dolgozni. Egy újságíró nem mondhat igen vagy nemet, erre kivételesen azt mondom, hogy igen, elkövette ezt a hibát. Így van. Úgyhogy ha egy nálamnál okosabb elnök fog a Mazsihisz szélére kerülni,
mindegy, hogy melyik, kettő jelöltről tudunk, akkor ő a leggyorsabban egy stábot fog maga köré szervezni, hogy tudja végezni a professzionális munkáját, hiszen a Mazsiz elnökség egy társadalmi funkció, tehát kvázi pro bono dolgoznak a Mazsiz elnökök. Igen. Ön a Zsidó Világszövetség alelnöke, ahonnét elképzelhető, hogy mert azt a Mazsiz vezetőjeként kapta, viszont az Európai Zsidó Kongresszusnak a személyes megválasztottja. Az elkövetkezendő időben hogyan próbálja ezt a Dob utcai, Kazinci utcai, vagy miről van szó, mert a néző még mindig nem érti. Hisz a néző azt látja, hogy szabálytalanul voltak a választások, az illetékes kormányhivatal megnézte, hogy a kettő választás közül melyik tűnik hitelesebbnek, és az általuk hitelesebbnek vélte, azt mondta, hogy akkor ezt ismerjük el. Én úgy gondolom, hogy bíróság elé kell vinni az ortodoxiának, a hagyományos ortodoxiának ezt az ügyet. Magyarországon még működnek a független bíróságok, ők majd el fogják dönteni, ez az egyik. A másik természetesen a nemzetközi világ meg fogja kapni a tájékoztatást, a részletes tájékoztatást mindezekről a dolgokról. A Zsidó Világkongresszus alelnöki pozícióját én, amikor átadom a Mazsiz elnökséget, azt át fogom adni az új elnöknek, mert az az elnöknek jár, az Európai Zsidó Kongresszus alelnökségére pedig titkos választással jelöltek és szavaztak meg, úgyhogy az nekem 2024. decemberéig működik. Minden esetre itt most mindenki előtt ajánlhatom fel önnek, hogyha úgy érzi, hogy túl sok energiája marad társadalmi munkára, akkor a Bönévit, aminek 2028-ig a titkos szavazással megválasztott elnöke vagyok, bármikor nem csak pártolót, hanem adófizető tagként, tagdíjfizető tagként szeretettel várjuk. Ezzel is a kassza nő, és még több ember tud pozitív munkát végezni, akkor is, hogyha vannak, akik önt szeretik, és vannak, akiknek fenntartásaik vannak. Mi lesz akkor addig is ezekkel a zsidókkal? Elég helyiség van a Sip utcában, hogy befogadja, vagy azért nincsenek olyan sokan? A Mazsiz már korábban is jelezte a szolidaritását a magyarországi ortodoxia felé. A magyarországi ortodoxia egy olyan egészen különleges, nemzetközileg elismert irányzata a zsidóságnak, ami egy nagyon fontos vallási, kulturális és morális erkölcsi érték, úgyhogy ezt eltörölni az emiknek a kolonializmusával, hogy idézzem a Feldmayer Pétert, ez egy bűn a zsidóság ellen. De ugye elképzelhető, hogy az a kormánytisztviselő, akinek ezt vizsgálni kellett, azt nem ezt vizsgálta, hanem azt vizsgálta, hogy a választások mennyire szabályosan vagy nem szabályosan. Én úgy gondolom, ez egy politikai döntés volt. Ez ki fog derülni előbb vagy utóbb. Így van. Annyira van még időnk, hogy nagyon boldog, békés Sabbat Shalomot kívánjak önnek. Én is mindenkinek. A héten... Még ha picit harcosra is sikerült ez a mai interjú. Egyik munkatársunk a héten beszélgetni fog önnel a Bálintházba. Igen. Rangos Katalin. Jövő héten. A jövő héten, és várjuk a filmet, amiben ön is beleegyezett, hogy mi is vetíthetjük. Arról nem is beszélve, hogy kolléganőn készíti az interjút önnel. Ez egy ünnep lesz számomra is. Nekünk is ünnep lesz, és kész csók az édesanyjának, és neki is nagyon boldog, békés hétvégét, és ne idegesítse őt azzal, hogy nem indul, jó? Nem indulok, köszönöm szépen. Következő vendégünk Seres Attila, újságíró, a Neokon főszerkesztő helyettese, akivel szokás szerint minden héten hetet értékelünk. Tartsanak velünk! Kedves nézőink, igen, amikor az emberben kérdések tömkelege merül föl, akkor ugye olyankor van az, hogy a rabbi válaszol. Oberlender Baruch a vendégem, a Vasvári Pál utcai zsinagóga rabbija, a Budapest Ortodox Rabbinátus vezetője. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! És azért is ez a rabbi válaszol, azért is jó, mert egy, a rabbi válaszol sorozat 5. kötete jelent meg, mégpedig abból az alkalomból, amiről ugye múlt héten már fölvezettük, hogy most a hétvégén Balaton Öszödön volt Haszid hétvége, egy Haszid Sabaton, mondjuk ezt. Mi is történt? Nagyon sokan kérdezték a rabbit, és a rabbi
folyamatosan csak válaszolt. Nem, voltak. Először az, ez most a, azt hiszem a 42. sabaton. Körülbelül évente kétszer. Évente két sabaton. Egyik nyáron, egyik télen. Kezdtünk a Pilisben, aztán a Dunaparton, Ráckeve, és most először kipróbáltunk, hogy milyen ez a Balaton partján. Gyönyörű szép az a hely, a Balaton őszöt, ugye ez sok száz kilométer a Balaton partján, és ilyenkor vannak kérdések, vannak előadások, éneklések, finom étel, és ilyen kötetlen beszélgetések, szóval abban a szempontból nagyon különleges volt ez. Különböző témák voltak, influencer házaspárok a zsidóságban, az infláció, a halakában mindenfélek hát voltak. Jó, mindig van egy fő téma, amikor épül a sabaton, vagy? Igen. Házasság és influencer házasságok. Influencer házasságok. Ez jó, mert ugye az egy komoly kérdés, hogy mennyire érdemes úgymond reklámozni ezt a zsidó létet a külvilág számára. És hogy mi ennek az előnye, és mik lehetnek ennek a veszélyei? Minek? Hát az, hogy én itten, mint egy influencer kvázi megmutatom, kiteregetem magam. Nem erről van szó. Nem erről van szó. Én azt hiszem, hogy nagyon sokszor kis emberek is borzasztóan nagyon... A Facebooknak ez az egyik negatív oldala, hogy az emberek lényegében mindent kitesznek, és ez kicsit túlzásba viszik. De voltak olyan nagyon komoly emberek, nagyon komoly házaspárok, ilyen igazán influencer házaspárok a zsidóságban, és Mózes és Cipóra, a Lubavitcher Rebbe és a Rebbetzin. Én nagyon sokat beszéltem arról, a Talmudban van olyan, hogy Rabbi Chia és Rávnak nagyon-nagyon, a feleségük nagyon-nagyon szekálta őket. És azt mondja a Talmud, ez a Ráv, a Chia annyira szerette a feleséget, aki szekálta őt, hogy ahányszor járt a piacon, és látott valamit, akkor vett ajándékot a feleségének. Szóval a feleséged nem tudott tenni olyasmit, ami hatására ne szeressen őt. És akik a fia, a Talmud azt mondja, minden nap megkérdezte, Uram, mit szeretne ebédre? És azt mondta azt. És akkor mindig, amit kért, azt nem kapott, kapott valami más. De minden nap kérdezett, és minden nap mást készített. Nagyobb lett, akkor a fia sokszor volt, hogy ilyen, ő hozta az üzenetet. És akkor képzel el, egyik nap azt mondta, ezt kérem, és azt is kapta. Azt mondja Rav Chia a fiának, úgy tűnik, anyukád egy kicsit összeszedte magát. Azt mondja, nem annyira anyukám, hanem inkább én. Én más mondtam neki, és akkor ezért kész. Azt mondta, no, ez egy nagyon jó ötlet, nekem szabad, de neked nem, mert ez hazugság. Erre azt mondja, hiába jól járt, ezzel tanította a fiát, hogy nem szabad hazudni. Jó, a végén, mikor a fia látja, hogy olyandék, azt mondja, de apu, de hát anyukád, ez nem annyira. És erre azt válaszolt neki, Chia, figyel. Egy dolog az, hogy figyel, egy olyan különleges asszony itt a házban is, és neveli a gyerekeket és minden, hát ez már csak emiatt is lehet szerelmes benne. A másik dolog, hogy én csak őre után vonzódok, és senki más után, úgy fogalmazta meg, hogy neki köszönhető, hogy nem élek bűnben. Azt van egy feleség, akit nagyon szeret, akkor már emiatt is lehet szeretni. Szóval nagyon érdekes, hogy szerette az embert, elnézte a negatív oldalat. Akkor másképp kérdezem ezt az influencerséget, hogy meddig érdemes, milyen mélységig érdemes bármit is megmutatni? És mennyire állhat föl annak a veszélye, hogy amit én megmutatok,
azt a közönség mennyire fogadja valóságnak, vagy mennyire fogadja reklámnak? Óriási különbség. Én is a praktikus oldalt szeretném mondani. Pár évvel ezelőtt, 15 évvel ezelőtt volt egy fiú, egy pesti fiú, egyetemista, aki nagyon vonzódott a zsidóság után, szombatot tart, mindegy, csak vallásos lett, és azt mondja, nekem figyel, tanulok a halakhákat, és te tanítasz engem, és minden szép, és minden jó, sok mindent már tudok, de hogy néz ki egy zsidó házad, azt nem tudom. És ezt könyvből nem lehet tanulni. Megengedem-e neki, hogy legyen otthon nálunk, lásson, hogy minden nap, hogy néz neki. Azt mondja, egyszer csak látni, hogy viselkednek otthon, hogyan kell nevelni a gyerekeket, stb. Mondtam neki minden további nélkül. Egyébként is a házam mindig nyitva volt a tanítványaimnak. És tényleg járt hozzánk, és járt, és járt, és járt, és hál' Istennek olyan szép házat, zsidó házat vezet, ami azt jelenti, hogy van egy része az életből, amit meg kell mutatni, meg kell, mert ebből tanulnak az emberek. Van egy hihetetlen történet a Talmudban, ez nem is, szóval nehéz elhinni. Azt mondja, hogy az egyik talmudi bölcs, azt hiszem Rav Kahana, az ágy alá bújt, mert akarta tudni, hogy a mester hogy szeretkezik a feleségével. És egyszer valahogy én beleszólt. Azt mondta, te mit keresel itt? Azt mondja, figyel, mindent meg kell tanulni. Mindent meg kell tanulni. Jól megértettem. Szóval ezért van ez természetesen túlzás. Pont azzal akarom mondani, túlzásban nem szabad vinni. Vannak dolgok, amit csak úgy kell megtanítani szóban, és nem kell bemutatni élőben. De vannak dolgok, ami szép az emberek látják. Ez jó. Ez azért is jó, mert ugye a másik, az influencerség mellett, ha jól értettem, a másik téma a házasság volt, a zsidó házasság volt. Mennyire fogékonyak a tapasztalatod szerint a mai fiatalok arra, hogy valóban zsidó házasságban éljenek előbb a kedvesükkel, később férjükkel, feleségükkel, teljesen mindegy, és hogy az örök kérdés, mi a jó házasság titka? Mennyire fogékonyak a fiatalok, nincs erre egy globális válasz. Minden egyes fiatal egy külön világ, minden ember egy külön világ. A házasságról azt kell tudni, hogy amennyit az ember belefektet, annyi lesz belőle. A legrosszabb dolog, mindig szoktam mondani az ember, udvarol, meg volt az eljegyzés, pláne meg volt már az esküvő, abba hagyja az udvarlás. Ez így nem jó. Ez olyan, mint az ember már abba hagyja a lacsolás, amikor már a virág már nagyon szép lett. Akkor még többet kell lacsolni, az túlzás, nem többet kell lacsolni, az sem jó, túl sok víz, de mindenképpen, de legalább a növénynel, ez nem szabad túl, de mindenképpen folyamatosan, az nem olyan, hogy jó, most már nem kell igyekezni, most vagyok az, aki vagyok valójában. Na, azt nem lehet csinálni, azt én folyamatosan bele kell fektetni, és a válasz arra a kérdésre, mi a jó házasság titka, hogy folyamatosan projektként venni, igyekezni, udvarolni, meg az ember udvarol, akkor kedves, türelmes, megbocsát, jaj, ez nem szándékosan késett, és nem szándékosan lett ez, és nem szándékosan az. Ezt kell fenntartani. És lényegében a másik embert kell szeretni, és nem csak azt mondja, most én vagyok, most a másik ember alkalmazkodjon hozzám. Tehát a jó házasság titka, akkor a figyelem, szeretet, alkalmazkodás. Figyelem, áldozni kell a másikért. Ez jó. Áldozni kell a másikért, és nem azt állandóan azt nézi, hogy én nekem mi az, ami jobb, és mi kényelmesebb, hanem áldozni kell a másikért. Én nekem ezekből a gondolatokból leginkább azt tetszik, hogy
hogy most is úgy, tehát az embernek x-edik éve házas, akkor is a férfinek, leginkább ugye, a férfinek kell udvarolni, az én olvasatomban udvarolni kell, és igenis, és ami legfontosabb, innen jöjjön. Ne udvariasságból udvaroljak, elég, hanem azért, mert én ezt így érzem, hogy igen, ez az ember, akivel én együtt élek, aki mellettem van, ő megérdemli ezt, mert ő valóban olyan. Egyértelmű. Szóval mindenképpen ilyen kérdések és olyan kérdések jönnek, és akkor a rabinak mindig kell válaszolni a kérdésekre. Volt valami egészen különleges, meglepő kérdés, mondjuk ezen a mostani sabatonon, ami úgy egy ilyen, ilyet adott? Mindig vannak kérdésekre, aminek nagyon örülök, mert ilyen váratlan szempontból, ugye minden szerdán este van nekem a Facebookon, a Budapesti Talmud Egylet oldalán van nekem ez a minden szerdán este, kérdezz a rabbi, és lehet feltenni kérdéseket, mindig mondom, senki ne küldje nekem a kérdést előre. Igen. Mert legyen egy kis izgalom nekem is, hogy helyben kell válaszolni. Mindig vannak olyan kérdések, ami meglep, és én akkor szoktam mondani, hogy nagyon jó kérdés, de a többi kérdés is jó, de lehet egy jó kérdés, ami meglepő, és van egy jó kérdés, ami jó kérdés, nem meglepő. És akkor mindig vannak ilyen meglepő kérdések, amire törni kell a fejemet, de sok időm nincs törni a fejemet, amit gyorsan kell gondolkodni, és ezért mondom, ezekből az órákból én is rengeteget tanulok, a Talmud is ezt mondja, a tanítványaimtól a legtöbbet tanultam. De mindig természetesen csak zsidó témájú kérdések. Persze. Lehet ez történelem, vallás, filozófia, jog, de mindenképpen zsidó témájú. Ez, van, ami elhangzik, például a Facebookon elhangzik szóban, és van, amiről írok. Minden héten legalább egy cikket, egy választ írok, amit publikálok is a zsidó.com-on, a Good Shabbos-ban, az Egység című folyóiratban. Ezekből állnak össze a könyvek. Értettem. Akkor most kicsit ugorjunk egy másik témára, illetve nem tudom mennyire másik témára, hogy szó volt a mostani másik sabba... téma akkor lenne, hanem zsidóság. Jó, értettem. Mert a zsidóságon belül vannak, ez nem egy másik téma. Igen, értettem, megértettem, és igaz is, a kijavítás igaz. Szóval szó volt esetleg a sabatonon arról, hogy a mostani héten, amiben benne vagyunk, lesz egy különleges ünnep, amit ugye ami nagyon érdekes, mert úgy, szóval tudjuk, hogy most van az Omer számlás időszak, ami Pészaktól Savuotig tart. És ebben az időszakban nézi az ember a naptárt, és azt mondja, Pészak sén, egy másik Pészak, ennyivel utána, vajon a Pészak után vagyunk már ennyivel, miért is? Akkor segítsünk a nézőknek. A Pészach séni az a Bibliában benne van, voltak emberek, akik nem tudtak a Pészach ríson, az első Pészachot megcsinálni. És akkor jöttek, miért nem tudtak? Ez a kérdés, hogy miért nem tudtak? Miért igen. Nem tudtak? Nem azért nem tudtak macest enni. Macest enni mindenki tud. Ez csak akarat kérdése, és készülni kell erre. Hanem nem tudtak bemutatni áldozatot, mert a Pészachkor, amikor állt a szentély, vagy a sivatagi szentély, akkor a Pészachnak a lényege nem csak a macesz, hanem a pészachi áldozati hús, amit tüzen sül. De ők tisztátalanak voltak, a Talmud azt mondja, rituális tisztátalanság. Rituálisan tisztátalanság, azért, mert ők azok, akik foglalkoztak József csontjai, vagy Józsefnak a földi maradványaival, és ezt tisztátalanságot. És a történet úgy az a lényeg, hogy ők azok, akik szóltak, hogy hát mi is szeretnénk. Tehát és jöttek, panaszkodtak a Mózesnak, hogy mi lemaradunk erről. Ez olyan különleges dolog, lemaradunk erről. Mózes megkérdezte az Isten, és azt mondta, az első Pészach után Pészach séni azt jelenti második. Van egy második Pészach, amikor lehet pótolni az első Pészachot, de valójában ez egy nagyon lájtos verzió, ez egy könnyű verzió, nem kell itt nagy takarítást végezni, kell macesz,
de ugyanakkor lehet rendes kenyér is. Hogy a Talmud azt mondja, chomeitz o matzo imaj babáit. Mind a kettő lehet, de lényeged legyen macesz is, de az, aki nem csinálta az első Pesachot, elmegy a szentében, és bemutatja az áldozatot, és ugyanígy fogyasztja második Pesachot, és akkor ezzel pótolta a micvat. Nekünk ugye nincs áldozat, elvileg senki nem maradt le az elsőből, legalább remélem, hogy nem maradtak le. Hál' Istennek nálunk is nagyon sokan voltak az első Pesachon, de a második Pesach, először mi a szokás? A szokás az, hogy eszünk maceszt. Mi azt jelenti, most pénteken, valaki már csütörtökön este, de az elterjedt szokás inkább pénteken, kezet mosunk és maceszt fogyasztjuk, az áldozati hús az természetesen elmarad, de ennél fontosabb a tanítás. A tanítás az, ha az emberben van az az érzés, hogy jaj, miért maradjak én le, akkor az Isten segít neki, hogy ne maradjon le. Tudjon pótolni, tudjon előre haladni a zsidóságban. Ez a Pesach séninak a története. De ugye, hogy eszünk maceszt péntek este az asztalnál. Nem péntek este. Csütörtökön este pénteken. Csütörtökön este pénteken, én kevertem össze, igen. De ez azt is jelenti, hogy mellette, ha akarunk, vagy utána ehetünk kenyeret is? Tehát, hogy jó, mondhat, még amikor valódi második Pesachot csináltak, akkor is lehetett kenyert a macesszel együtt enni. Csak az első Pesach olyan, ezért mondom, az ilyen light-os, egy ilyen könnyű változata a dolognak. Az persze most kis pimasság, ugye nem kell olyan nagy takarítás, de ezt ugye csak magunknak magyarázzuk be, mert azért ha már ott vagyunk a hét, közeledünk a szombathoz, azért esünk túl egy takarításon, hiszen azért az szombatnak is meg kell adni a tiszteletet. És abban is segítsünk a nézőknek, hogy ez a Pészak séni, lájtosan, bárki, aki az is részt vehet rajta, sőt, nyugodtan, aki az első Pészakot is megülte szépen. De mondom, ma nem lehet arról beszélni, hogy aki nem csinálta az első Pészak, miért a macest az bárki tud enni. A probléma csak, ha van szenté, nem lehet bemenni a szentében, valaki messze van. Tora ezt mondja, valaki, aki derekre hajka messze volt, mert csak egy szentünk van Jeruzsálemben, vagy aki tisztátalan volt rituálisan, és nem tud, és nem szabad neki bemenni a szentében, hiába az óvárosban van lakása. Ennek a két embernek megvan a lehetősége pótolni. És van még egy ünnep. Ami jön. Ami jön, ami a következő találkozásunk előtt fog bekövetkezni, Lag BaOmer, az Omer számlás 33. napja. Nagyon várom, halkan megjegyzem, mert már úgy érzem, hogy egy kis igazítás, szakáligazítás rám fér. Egy napra megtörik a szünetel a gyász. Igen, és akkor a történetet gondolom már mindenki ismeri az előző évekből, hogy ezekben a napokban független semmi köze a Pesachhoz, vagy a Sávóathoz, vagy a Tóra adáshoz, vagy ilyesmi, hanem sok évvel később a talmudi időben, mondjuk ez már 2000 évvel ezelőtt, akkor volt a híres Rabbi Akiva, neki volt 24 ezer tanítványa, képzeljük el, milyen nagy intézmény volt az, és mindenki meghalt ebben az időben, és ezért van ez a gyász szokások, és ezen a napon szünetel. Illetve ezen a napon van Rabbi Shimon bar Yochai-nak a járcájtja, a halálozási évfordulója, ő pedig a kabbala zsidó misztikának az atya. Bizonyos szempont azt lehet mondani, hogy ez még a zsidó misztikának az ünnepsége is. És ugye jól tudom, hogy Shimon bar Yochai-nak volt az a kérdés, hogy ezen a napon az ő járcájtján az egy örömnap. Örömnap legyen, tehát ő kifejezetten ez volt a kívánsága. Ilyenkor ugye lehet már tudni egyébként, hogy van lesz esküvő? Ezen a napon, vagy ezt most nem lehet? Hogyne lenne. Lesz esküvő. Én nekem épp egy tanítványomnak a gyereke házasodik, ő pedig itt tanult a Pesti Jösivában, és most ő rabbi Bulgáriában, Szófiában, és neki a gyereke fog házasodni, és akkor ott leszünk az esküvőn. Ked este ott leszünk, de itt lesz tábortűz. A tábortűznek a szokását átvették, mert Izraelben Rabbi Shimon bar Yochai-nak a sírjánál szokott lenni egy nagy tábortűz, ami az örömet fokozza.
lesz tábor, de mind ott leszünk a... hogy van ez? Nem, 70 este itt lesz még a tábortűzön, utána kedden este 6-kor lesz a vasvári udvarában tábortűz, ott nem leszek, mert nem lehet két helyen lenni egyszerre. És ugye ez azért fontos, ez az esküvő, mert ezen a napon szokás, ilyenkor különösen jó dolog, ez a különleges napja az esküvőknek a legbaó, mert... Igen, mert ugye szünetel a gyász, és sokszor ami, ugye az átállás az is egy ilyen plusz örömet, zene és minden lehet ezen a napon, és utána megint szünetel. Szünetel a zene, szünetel, igen, és, vissza, és a visszaáll a gyásznak a ami a kicsit azért, ugye az ember megtöri egy napra ezt a gyász időszakot, de nehéz visszaállni, de hát ez erről szól, hogy nem minden egyszerű, és nem minden könnyű. Figyelj, az életnek nem szabad legyen unalmas, kellett legyen változások állandóan. És ugye mindeközben az egész arról szól, hogy készülődünk Sávótra, amiről majd a jövő héten szeretném, hogy szót váltsunk, de ilyenkor már abszolút célirányosan zajlanak a tanítások, tehát hogy a közösséget fölkészítsük az ünnepre. A Talmud szerint Mózes bevezette azt, hogy 30 nappal az ünnep előtt már készüljünk, tanuljunk már ezt a témát, a következő ünnepet. És akkor most már benne vagyunk a 30 napban, a Sávótnak a 30 napjában. Úgyhogy kedves nézőknek ajánljuk azt, hogy tessék tanulni, készülni Sávótra, de előtte tessék Lágbaumere is fölkészülni. Illetve Pészak Sénire. És Pészak Sénire is. De a leges legfontosabb mindezek, minden ezek ünnepek előtt a Sábát lesz, hiszen péntek este ránk köszön a Sábát, ami a leges legfontosabb. Úgyhogy készüljünk erre, köszönöm szépen, hogy tudtunk beszélgetni, és akkor jövő héten, ha lehetség, és akkor a Sávótot próbáljuk meg körbejárni. Sabbat shalom, gut Shabbat. Sabbat shalom, hát a gut Shabbat az is lesz. Szabó György, a büszke magyar izraeli zsidó, a mazsök elnöke, többszörös nagypapa, és akár hiszik, akár nem, templomba járó zsidó ember, aki reggel, délbe, este imádkozik, sőt, még tanít is. Sőt, minden újholdkor lecsóval várja az újholdra kíváncsi embereket. Na végül is volt ebbe az újholdba lecsó, vagy nem? Jó reggelt, majdnem volt lecsó. Ijjárhava lecsó nélkül. Ijjárhava lecsó nélkül, igen, kivételesen ez történt. Teljesen. Ez úgy elrendeződött a fejedbe, hogy ha már nem roskódeskor, akkor később nem lehet? Vagy annak az eredje? Egyrészt várjuk ugye a 2000 forintos paprikáraknak a mérséklődését egy kicsit. Igen. És reméljük, hogy jövő hónapra már ez meg fog oldódni alapvetően. Mi történik a magyar zsidóság berkein belül, hisz te abszolút mindenkivel találkozol? Hát ahogy régen mondták, ugye a Wirtschaft gyakorlatilag, de igazából egyre gyomorforgatóbb módon zajlik, ugye ahelyett, hogy ez a maroknyi zsidóságával foglalkozó zsidóság megpróbálna összetartani, hiszen nem vagyunk egy maroknyival többen. Hiába röptetik itt 80 ezres, 100 ezres számokat, sajnos azoknak a zsidóknak a száma, akik valójában valamilyen zsinagógát meglátogatnak, néhány százra, vagy egy-két ezerre tehető gyakorlatilag. De hát ugye úgy látszik erre elég, hogy ugye egymást marva, egymást bántva, az egymás mellett élést ellehetetlenítve éljük meg a mindennapokat.
A minap találkoztam veled egy neológ zsinagógában, ahol több százan összegyűltek, fiatalok, középkorúak, idősek, gyerekek, rabbi avatás volt, és egész rabbi csapat megérkezett, téged nagy ovációval fogadtak, mint egy igazi ortodox zsidót, a Habad mozgalom egyik kiemelkedő alakját. Ez mégis egy szép dolog volt, nem? Lehet, hogy más zsinagógában voltunk, mert a ovációra nem emlékszem, de alapvetően igen, vannak, akik örülnek nekem, amikor megérkezek egy-egy ilyen helyre. Nyilván nagyon fontos az, hogy bármelyik irányzatról is beszélünk, és ezeknek az irányzatoknak olyan rendezvényeik vannak, ami valójában ugye jövőbe mutatók, és valamilyen módon a zsidó vallás, a zsidó közélet erősítését szolgálják, akkor ott kell lenni. Nekem ugye ott kell lenni, mint a mazsok elnökének, hiszen hosszú évek óta középen állok mindenki között. Vannak, akik ezt nem értik, és nehezen fogják föl, de ugye a tevékenységemből kifolyólag én minden, és anyukámnak köszönhetően a személyiségemből kifolyólag én mindenkivel jó kapcsolatokat ápolok, és jóban vagyok alapvetően. És azt, hogy végre fiatal új rabbikat avatnak? Hát ugye a puding próbálja a megevést, tehát igazából majd kiderül, hogy a gyakorlatban mit tud felmutatni az ifjú rabbi úr. Reméljük, hogy közösséget, vagy én remélem, hogy közösséget fog tudni próbálni, és fiatalokat is be fog tudni vonzani majd a zsinagógájába. Hát erre talán a biztosíték a sok gyerek, aki ott volt, aki egyházi iskolába jár, és beteg a következő lépésük az lesz, hogy majd, ahogy nőnek, és túl vannak a bar mitzván, vagy a bat mitzvon, akkor templomjáró zsidók lesznek. Hát reméljük, hogy mi egyre többen térnek vissza azokhoz a gyökerekhez, amit ugye a holokauszt és aztán az azt követő 45 éves kommunizmus eltépet vagy kiszakított abból a földből, amin évszázadokon keresztül növekedett. De látjuk, hogy a Luhovicsi mozgalomban is egyre több embernek van haszmahája, és így a zsinagógákban, még a nem neológ zsinagógában is tudnak delegálni, kisegíteni a neológokat, rabbikat. Hát ugye erről a Luhovicsi mozgalom vezetőit kell megkérdezni, nem engem. De valójában ugye én egy hétköznapi szürke kis Luhovicsi haszid vagyok, nem ismerem a Luhovicsi mozgalom belső eseményeit. De ha jól veszem észre, akkor nem napszemüvegbe jársz, és tudod, hogy Debrecenben a neológ zsinagógában, az nem neológ, az status quo ante zsinagógában is Luhovicsi rabbi ad szolgálatot, a Nagyfuvaros utcai zsinagógában is Luhovicsi rabbi végzi a rabbi teendőket, hát ezekről tudsz? Hogyne, de hát én örülök neki, hogy minél több zsinagógában zsinagóga működni tud. Azt, hogy egyik szervezet a másik szervezet irányába tud segíteni és rabbiket delegálni, ennek természetesnek kéne lennie, és nem örök újongásba kell kitörni, amikor ez megtörténik. Természetesen ez abszolút üdvözlendő dolog, de igazából ez minden szervezetnek a maga belügye, hogy kit, hova és miért delegál. A megcsöppent anyagi források a gazdasági világválságra, a szomszédban lévő háborúra tekintettel mennyivel teszik nehezebbé a mazsök következő esztendős munkáját, hisz a munkájához pénzt kell. Hát ugye örömteli híreket kaptam ugye a múlt héten, hiszen némi működési költség emelést fogunk kapni ugye az alapítótól az idei évre is, és ugye a jövő évtől is
jelentősen megemelik a mazsok működési költségét. Tehát ebben a tekintetben végre sikerült áttörést elérnünk, hiszen 11-12 éve gyakorlatilag a mazsok változatlan működési támogatásból működött. Ez kézzelfoghatóan milyen eredményeket fog hozni? Hát kézzelfoghatóan a mazsok működésének könnyebbségét, hiszen azt, amit eddig a működésben hiányzó pénzösszegeket ugye a mazsok saját vagyonából egészítette ki, most ugye kevesebbet kell majd a saját vagyonból hozzátenni a mazsok működéséhez. Hogy állunk a túlélők ellátásával, akiknek sajnos a száma egyre gyorsabban fogyatkozik? A túlélők ellátása folyamatos és töretlen, tehát ebben változás nincs és nem is lesz. Reméljük, hogy minél hosszabb ideig, minél több túlélő közöttünk lesz. Utolsó találkozásunkon már próbáltam kérdezni, és az időnk végén jártunk, hogy nem maradt elég idő rá, hogy mi történik a iskolai évkezdés előtti pályázatokról azoknak, akik zsidó iskolában tanulnak tovább, illetve kezdik meg tanulmányaikat. Illetve nem zsidó iskolában tanulnak, ugye a vidékiek esetében, és ugye a hitközségek igazolják, hogy a tagjai közé tartozik. Kiírásra került a pályázat, várhatóan a tavalyi évhez azonos mennyiségű pályázat érkezik be. Ugye egy módosítással, hogy sajnos ugye több család is volt, akik annak ellenére, hogy megítéltük nekik a támogatásokat, megvásároltuk nekik a kuponokat a hipermarket láncokban, nem jöttek el érte gyakorlatilag. Ezeket a pályázókat kizártuk az idei évben a pályázási lehetőségtől. Ezek a kuponok akkor értéküket vesztették, vagy csak a rendkedvéért, hogyha, de ezt a egyéb pályázatokból is hasonló? Nyilván más módon megpróbáljuk őket felhasználni, minden esetre érthetetlen számomra, hogyha valaki pályázik, nyer a pályázaton, és ezt követően nem veszi át a megítélt pénzösszeget. Sajnos nem csak a szociális pályázatoknál jellemző, hanem ugyanúgy a projektpályázatoknál is, hiszen számos esetben a pályázatot elnyerő pályázó még arra sem képes, hogy aztán utána a szerződését bejöjjön aláírni. Ez azért van, mert elfelejti, vagy mert az összeg, amit kapott, nem elegendő arra, hogy létrehozza ezt, vagy akkor illik jelentkezni, hogy köszönöm, nem élek vele? Hát ugye azt én nem tudom, hogy ki miért és milyen indokkal nem veszi át a megítélt pénzösszeget, de nyilván az illendőséghez tartozik, hogy jelezze, hogy erre nem tart igényt, mert akkor esetleg egy másik döntéssel a pénzt olyan helyre tudjuk küldeni, ahol tényleg szükség van rá. Folytatódik a temetőprogram, mert ahhoz egy nagyobb pénzösszegre van szükség. Az idei évben biztos, hogy nem, jövő évben még nem tudjuk, hogy kapunk-e új forrásokat. Minden esetre ugye a temetőkkel való foglalkozás tovább folyik, hiszen a talajradarral folytatjuk azoknak a temetőknek a föltárását, amit eddig a temetőprogram keretében megújítottunk. Legközelebbi találkozókon feltétlenül kezdjük azzal, hogy vannak-e Magyarországon olyan temetők, amiket mások elbirtokoltak, és vissza kéne szerezni, hogy újból temetői állapotba kerüljenek, és akár használhatók vagy látogathatók legyenek. Kellemes szombatot, Shabbat Shalom, és még mielőtt elbúcsúznánk, hol és hány órakor tudnak találkozni a hívők önnel? Holnap este 19:30 a Vasvári Pál utcai zsinagógában, illetve 19:30 ugye szombatfogadás ugyanott. Lecsó ugyan rosshódeskor nem volt, de ahogy az árak lejjebb mennek, és paprikát majd nem darabszámra, hanem kilóra adják, higgyék el, ki kell próbálni, ígérem, én is ott leszek. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, úgy Shabbat mindenkinek.